Vonat járja körbe a Vidám Parkot, amelyben éppen mozgásban az óriás kerék és a körhinta. Akár a valóságban is elképzelhető ez. A Demecseri Fúvószenekar próbatermében azonban mindezt Lego kockákból valósították meg. A mozgó játékok a helyi óvodásokat is lenyűgözték. A több ezer elemből összeállított kiállításon nem csak készletek, hanem épített panorámák is megcsodálhatóak. A kiállítás megálmodója azt mondta, családi hobbi a Lego játékok gyűjtése, amelyhez már a többen csatlakoztak. Igazából ez úgy kezdődött, hogy a lányom gyűjteménye, amit 10 éve gyűjt folyamatosan, aztán a párom is nagy a Lego rajongó, az ő testvére, valamint itt a zenekari egyesületből néhány tag. Tehát összesen most itt a kiállításon 6 magánszemélynek a gyűjteménye tekinthető meg. A kiállítás számos témát bemutat, a dinoszauruszoktól kezdve a keresztes hadjáratokon át a legmodernebb űrhajók is megtekinthetőek. Sőt, egy egész városrész is, amelynek egy misztikus részét is megvalósították. A legbüszkébbek erre az épített részre vagyunk. A Lego City-ből csak 2 eredeti készlet, az összes többi kockákból tartjuk össze, és próbáltuk berendezni egy ilyen városrészletnek, valamint a Harry Potternek az abszolút nevű utcáját is megjeleníteni, ahol látszik a 9,5 vágány, a Ollivander pálca voltja, és próbáltuk a saját képzeletünk alapján visszaadni ezt a élményt. A kiállítást második alkalommal nyitották meg Demecserben, népszerűsége pedig felülmúlja a várakozásokat. A tavalyi évhoz képest megszáromszorozódott a látogatottszám. Nyíregyházától kezdve Máté Szalkáig, tehát a megyén belül nagyon sokan eljönnek ide hozzánk. A kiállítás április végéig tekinthető meg Demecserben. A szervezők a szoba méretére és a tárlat népszerűségére tekintettel az érdeklődők előzetes bejelentkezését kérik.